Andrássy Istvánnal, az Akácliget gyógy- és strandfürdő igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan zárta az idei turisztikai évet a karcagi kisfürdő. Ahogyan a vezető elmondta, a koronavírus járvány miatt rendhagyó módon indult az idei évi szezon. A nyári időszak, valamint az évszak eleji esős időjárás nagyban befolyásolta az idei évet. Sajnos a COVID-19 járvány miatt mi is később tudtunk nyitni, mert március 17-én az idén bezártunk, és július 1-jel tudtunk újraindulni. Itt el tudom mondani, hogy a július hónapunk, tehát sajnos az időjárás se kedvezett olyan jól, mert elég esős időszak volt, augusztus az már egy komolyabb nyári hónap volt. Sajnos ők majdnem 10%-kal csökkent a vendégforgalmunk itt a fürdő területén. Itt, amit jónak el tudok mondani, az, hogy azért nekünk itt van a kereskedelmi szálláshely, amely ugye egyben van a fürdő területével, ott viszont a tavaly ugyanezen időszakban elért eredményeket elértük, tehát meg volt az a vendég létszám, ami tavaly is volt. Most, mivel a járvány sajnos leszorította itt a külföldre való nyaralásoknak a tényét, tulajdonképpen belföldi vendégek, a belföldi turizmus nyit meg, ettől függetlenül azért külföldről is voltak főleg kempinges vendégeink, itt gondolok elsősorban lengyelekre és szlovákokra. Sajnos a gyógyászat is, mint mondottam, itt a fürdő, ezt is július 1-én nyitottuk meg. Itt is volt egy visszaesés, itt több mint 10%-os visszaesés történt. Hát ott még fokozottabban, mivel ott azért kezelendő betegek vannak, még fokozottabban betartottuk az előírásokat, akár most a jelen pillanatban is, hogy tehát a lázmérés, fertilitásmérés, a maszk kötelező használata, tehát ezeket az előírásokat betartva azért még ettől függetlenül megy a rendelésünk. Ahogyan megtudtuk, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait követték a strand dolgozói a COVID-19-el szemben. Így ennek értelmében elmaradt az úszás oktatás is. Az ősszel itt, ha belegondolunk, lesz egy visszaesés, tehát azért itt most elmarad a úszás oktatások is, hiszen ez központilag, kormányrendeletileg előírt dolog, amely sajnos csökkenti szintén a forgalmunkat. Ettől függetlenül mi tulajdonképpen megkezdtük a téli felkészülést, tehát amennyiben a járvány nem fokozódik olyan veszélyessé, mint amire számolnak, akkor ettől függetlenül mi nyitva tartunk, természetesen a előírásokat betartva. Megkezdték a téli felkészülést, és bíznak abban, hogy jövőre majd egy jobb szezon köszönt be.